Néhány állat nagyon klasszul viseli az anyaságot, de az anyatermészet nem bánik kesztyűs kézzel a teremtményeivel. Mai adásunkban az állatvilág 10 legkülönlegesebb anyukáját vesszük számba, és hasonlítjuk őket össze az emberrel. Ma megleshetjük, milyen az, amikor az anyák a legvégsőkig elmennek. Állati rekordok. A Föld a szélsőségek otthona. Tel is tele rendkívüli tájakkal és rendkívüli állatokkal. De néhányuk különlegesebb a többinél. Tartson velünk, amint sorba vesszük a legszokatlanabbakat és a legkülönlegesebbeket. Visszaszámlálás indul. Ez itt az Állati Rekordok. Kezdjük egy termetes anyával a sort. Az elefánt rendkívüli anya. Rendkívül nagy. Azzal érdemelte ki a 10. helyet a listánkon, hogy egyik szárazföldi állat sem hoz világra akkora újszülöttet, mint az elefánt. De nem csak a borjú hatalmas, hanem a terhesség is. Az elefántnál egészen pontosan 22 hónapig tart. Elképzelni is rossz, mennyi reggeli rosszul létet jelenthet ez. Ezek után a gondolat, hogy egy 90 kilós bébit kell a világra hozni, már nem is tűnik olyan szörnyűnek. De vigyázat, az ember is szülhet hatalmas babát. ...1933-ban ez az óriási gyerek került az ausztrál újságok címlapjára. És hogy mennyi idős a kicsike? 9 hónapos. És mennyit nyom a többség? 30 kilogramot. Mindketten ugyanannyi idősek, de az úrfia jobb oldalon 4-szer nehezebb. A történelem legnagyobb gyermeke egy vándor cirkusztárjának szülöttje volt. Anna Swinburne hatalmas anyuka volt. 2,4 méteres magasságával 5 centivel felülmúlt a párját, pedig az sem volt épp kicsike. Amikor ennek a párnak 1879-ben gyermeke született, súlya meghaladta a könyvakasztó 10,8 kg-ot. Ez azt jelenti, hogy a világ legnagyobb bébie egy átlagos 6 hónapos gyermek súlyával született. Csak az volt a baj, hogy nem volt elég nagy fogó, amivel egy ekkora gyermeket a világra lehetett volna segíteni, így sajnos csak 11 órát élt. Ez nem azt jelenti, hogy az ember gyereke ne lenne hatalmas, már ami az anyjához viszonyított méretét illeti. Amikor egy 3,5 tonnás elefánt világra hoz egy 90 kilós borjút, az nagyjából 1/40-ét teszi ki teljes testtömegének. Ezek után gondoljunk bele, mit jelent egy 60 kilós nő számára életet adni egy 3 kilós újszülöttnek. A gyerek súlya ugyanis az anya testtömegének 1/20-ával egyenlő. Arányait tekintve tehát az újszülött embergyerek 2-szer nehezebb, mint egy elefántborjú. Ez amúgy egybevág sok anyuka véleményével. Attól, mert méreteikhez képest viszonylag kicsik a kölykeik, az elefántok még mindig a legkülönlegesebb anyák közé tartoznak. Az elefánt családokban kivétel nélkül a nőstények hordják a nadrágot. Úgynevezett matriarchális csoportokban élnek, ahol a legkülönlegesebb anya valójában a nagymama, akinek a csordájában a lányai és az unokái vannak. A hímeket fiatalkorukban elzavarják, akik így egyedül maradnak, vagy csatlakoznak más aglegény csoportokhoz.
Ilyen sok anya között nem csoda, ha az ifjancok folyamatosan a figyelem középpontjában vannak. A mi figyelmünk viszont forduljon egy újabb versenyző felé. Jöjjön egy újabb különleges anya, aki idejének 90%-át alvással tölti. Ausztrália eukaliptusz erdői nyújtanak otthont a rendkívüli anyák 9-es számú versenyzőjének, aki az anyai gondoskodásról alkotott nézeteinket új magasságokba emeli. Ő a koala. Akár 22 órát is képes naponta alvással tölteni, és bármire képes, ha kicsinyeit veszély fenyegeti. A koala azonban nem az egyedi famászási technikájával kapaszkodott fel a 9. helyre, hanem rendkívüli emésztése miatt, amivel megvédi a kölykét a mérgezéstől. A koala az egyik legfinnyásabb növényevő a világon. Kizárólag a mérgező eukaliptuszfa leveleit eszi meg. Az emésztő rendszerében található különleges baktériumoknak köszönhetően, amelyek lebontják a mérget, vígan el van a halálos diétán. A koalabocsok nem születnek ezzel a képességgel, szóval a mamának kell a bacikat átadni. És mindezt meg is teszi, egy ízletes, baktériumokkal teli ürülékkupaccal. Bármennyire is aranyosnak tűnik a koalabocs, enni nem mindig akarodzik neki. Nem csoda, ha néhány mamának nehéz rábírni a kölyköket a zöldségevésre. Sokkal egyszerűbb lenne az élet, ha tudnánk, mit akarnak az újszülöttek. Éppen ezért járnak itt, Washingtonban az újszülöttek iskolába. Beszélni tanulnak. Nem a hangjukat, a kezüket használják. Néhányan csak 9 hónaposak, de már tudják, hogyan kommunikáljanak az anyjukkal. Mindez a jelenlés gyerekekkel programnak köszönhető, amit Tegan Corradino az egyik alapító irányít. Megtanítjuk a szülőket és a gyerekeket, hogyan kommunikáljanak egymással az amerikai jelnyelvet használva. Például, ha megtanítjuk, hogyan használják a többet jelet, ahelyett, hogy várnánk, amíg megtanulják artikulálni, akkor könnyíthetünk a frusztrációjukon. Ismerkedjenek meg a 15 hónapos Ivy Mac-kel. Ő már ismeri a rénszarvas jelét. A labdáit, a lóét, a kenyérét, a tejét, és akár azt is el tudja mondani az anyukájának, ha nincs több mondani valója. Mindez hasznos eszköz lehet az anyasággal járó stressz csökkentésében, legalábbis Caroline Stephen társalapító szerint. Minden szülőnek ismerős a helyzet. A gyerek az etetőszékben ül és sír. Mi lehet a baj? Még többet kér? Ki akar jönni a székből? Vagy valami mást akar enni? Valami újat? Néhány egyszerű jel és néhány étellyel a csodákat tehet a szülő és a gyerek közötti frusztráció leküzdésében. Ez megerősíti kettejük között a köteléket, mert a legfontosabb dolgokat közölni tudják egymással. Kár, hogy a koalabocsok még nem tanulták meg a jelnyelvet. Akkor talán el tudnák mondani, mennyire vannak oda a mama baktérium diétájáért. Két versenyzőt már letudtunk. A most következő mama elől nem lehet elbújni, habár alig-alig uralják a helyzetet, olyan nagy a túlerő. Ők a következők itt, az állati rekordokban.
Vigyázat! A rendkívüli mamák toplistájának most következő versenyzőjével nem tanácsos újat húzni. A 8. helyre pályázik az aligátor. Ő tényleg végzetes. Különösen, amikor egy komposztrakás mellett tanyázik, ami a tojásait rejti magában. Könnyen azt hihetnénk, egyáltalán nincs benne anyai ösztön, különösen akkor, amikor a csöpségeket egyszer csak hatalmas fogai közé kapja. Egy anyának tudni kéne, hogy a gyereknek nem szabad éles dolgokkal játszadozni. Mi a csodáért akarja megenni ez a különös anya a saját gyerekeit? Hogy kiderüljön, 60 napot kell visszautaznunk az időben. A fészek elnevezés kicsit túlzónak tűnhet ennek a rothadó növényhalomnak a láttán. Pedig ez a korhadó komposzt éppen elegendő hőt termel az aligátor tojások kikeltetéséhez. Éppen ezért ennek a rendkívüli anyukának 2 hónapig hozzá se kell nyúlni a tojásokhoz, csak arra kell ügyelnie, hogy más se nyúljon hozzájuk. Ezeknek a kutatóknak sincs könnyű dolguk, ha meg akarják mérni a tojások hőmérsékletét. Tudják, hogy ha a fészekben kevesebb, mint 31 fok uralkodik, akkor a tojásokból nőstények lesznek. Ha 33 fok fölötti a meleg, akkor mind hím lesz. A biológusok ilyenkor azt kívánják, bárcsak ultrahanggal is meg lehetne állapítani a krokodil embriók nemét. Ez az orvosi szonda magas frekvenciájú hullámokat bocsájt ki, amik visszaverődve egy embrió képét rajzolják ki. De a fejlett ultrahangos technikának köszönhetően ma már akár 3-dimenziós képet is kaphatunk a pocaklakókról. A különleges 3-dimenziós ultrahangos készülékkel a chicagói Dr. Jason Bernholtz nem csak a fejlődő magzat alakját tudja leképezni, hanem akár az arc kifejezését is. Ez a fantasztikus technológia talán életeket is menthet. Szeretnénk megtudni, hogy a magzat rendben van-e. Ez az elsődleges kérdés a szülészeten. Ezért vizsgáljuk az arcot, mert végül is ez a kommunikáció egyik fő szerve. Azt szeretnénk tudni, vajon jól érzi-e magát a környezetében, vagy valami nincs rendben a környezetében, és valami gondja van. Ha betegek vagy szenvednek, akkor jobb, ha világra jönnek, minél előbb. Jobb lesz nekik kint, mint odabent. Az aligátormamák szintén a hangok segítségével próbálják kideríteni, vajon a kicsikéik felkészültek-e a világra jövetelre. Amikor a nőstény folytott nyöszörgést hall a komposzthalom alól, akkor tudja, eljött az ásás ideje. Az aligátor azért lehetett 8. a listánkon, mert a látszat ellenére nem eszi meg a kicsikéit. Óvatosan szállítja őket páncélozott szájában. Ez a fantasztikus mama valójában az állatvilág legnagyobb testőre. Ki mondta, hogy egy hidegvérű nem szerethet forró szívvel? Egy biztos, az aligátor bébik nem szenvednek hiányt az anyai szeretetben. Az eddigiekben találkoztunk már falánk aligátor mamával és szundikáló koalával. De a kalandnak még korán sincs vége. Következik egy újabb mama és ellenállhatatlan kicsinye. Ők következnek. Maradjanak velünk, mert folytatódik az állati rekordok.
A rendkívüli állati mamák toplistájának 7. helyezettje rendkívüli környezetben él. Ő a jegesmedve. Rendkívüli mama, több tekintetben is. Már teherbe esni sem könnyű errefelé. Mivel a jegesmedvék magányosan élnek, nehéz társra lelniük. Egy megfigyelt hím több mint 100 kilométeren át követte egy nőstény nyomait. De a hímek nem veszik ki részüket a kölykök felneveléséből, miután párosodtak, a nőstényt magukra hagyják. Pedig most kezdődik csak a neheze. A jegesmedve a 7. a ranglistánkon, mert annyit kell ennie, amivel megduplázhatja a súlyát. Ha nem szed magára legalább 180 kg zsírt, testében felszívódik a magzat. A plusz kilók az életet jelentik, mivel a következő 2 hónapban nem lesz lehetősége enni. Mire a sarkitél beköszönt, medvénk eltűnik. Hóbarlangjában a nőstény mély álomba merül. Semmi sem riaszthatja fel, még a szülés sem. Ügyes trükk. Egy időben a doktorok is altatással próbáltak segíteni a szülőnőknek. A fájdalomcsillapítóknak köszönhetően az anyukák annyira elernyedtek, hogy semmire sem emlékeztek a gyerekük születéséből. Habár a szülés fájdalommentes volt, a legtöbb anyuka szülés utáni depressziótól szenvedett, ezért a módszerrel hamarosan felhagytak. Sokkal könnyebb lenne a szülés, ha úgy menne minden, mint a jegesmedvéknél. De miért is ébredne fel a medveanya, ha a testméretéhez képest ilyen apróságot hoz a világra? Egy fél tonnás jegesmedve egy fél kilós bocsot szül. Ez arányaiban körülbelül olyan, mintha az ember egy akkora csecsemőnek adna életet, mint egy golflabda. Nem csoda, ha fel sem ébrednek rá a jegesmedvék. A jegesmedve bocsok vakok, fogatlanok és nagyon-nagyon aranyosak. A bocs mamája még vagy 10 hétig szundikál. Eközben zsírtartalékaiból anyatej képződik, ami éltető energiával látja el a kölyköt. De ezen a szélsőséges vidéken még mindig rengeteget kell dolgozni a jegesmedve mamának, hogy felnevelje a bocsát. A következő 2 évben ugyanis egy tapottat sem tesznek egymás nélkül. A jegesmedve az egyik legdögösebb mama lehetne a ranglistánkon, ennek ellenére mégiscsak a 7. Mindjárt kiderül miért. A következő mamával ugyanis kicsit gyorsítunk a tempón. Most következő versenyzőnk anyaként 6. lett. Gyorsaságban viszont kétségtelenül az első lenne. Soron következő csoda anyánk nem más, mint a gepárd. A gepárd az egyik legszorgalmasabb mama az afrikai szavannákon. 6 éhes száját kell betömnie, ami azt jelenti, hogy minden áldott nap vadásznia kell, ha nem akarja, hogy a teje elapadjon. De a vadászat gyerekjáték ahhoz képest, amikor a kölykök úgy döntenek, ők is segítenek megszerezni a napi betevőt. A 6-7-es gepárd kölykök buzgalmához kétség sem férhet, ügyességükhöz már annál inkább. Még kamaszkorban is sokat kell csiszolni a vadász technikájukon.
A gepárd azért lett hatodik a különleges anyák sorában, mert közel 2 évig kell együtt élnie ezekkel a lelkes, de annál ügyetlenebb kölykökkel, akik a nap jó részében a szavannán lófrálnak. Vagy, ami még rosszabb, segíteni próbálnak a vadászatban. A kölykök csak megfigyelés útján tudnak tanulni. Az anya lassan cserkészi be az áldozatot, amíg olyan közel nem kerül hozzá, hogy kirobbanó gyorsasággal rá tud rontani. Izgalmas pillanat a kölykök számára. Túlságosan is izgalmas. Túl hamar ugrott ki, megzavarva ezzel az anyja álcáját. Minden hatodik vadászat balul sül el, mert ennyi rakoncátlan kölyköt szinte lehetetlen kordában tartani. Nincs ez másként az embereknél sem. Itt az ideje, hogy megismerkedjünk az egyik legkülönlegesebb emberi anyával. Ebben az évben Kelly Vlahov és férje 9000-szer fognak pelenkát cserélni, 1275 ebédet készítenek el, és 1040 jó étpuszit fognak adni. A helyzet ugyanis az, hogy Kellyéknek 4-es ikrei születtek. Az Egyesült Államokban sose volt nagyobb esély többszörös ikrekre, mint mostanában, amikor a művi megtermékenyítés egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Ilyen eljárásnál az ikerszülés esélye 1-90-hez, ami elég nagy szám. A 4-es ikrekkel ugyanis még a leggyakorlottabb szülők is nehezen bírnak el. A legnehezebb, hogy egész nap nincs megállás, mindig kell valamit csinálni. Vagy nekik van szükségük valamire, elkészíteni az enni, innivalót, vagy pelenkázni, vagy az ember megpróbál magával is törődni. Sok meló van egy gyerekkel is, de azt szorozd be 4-jel. Én azt mondanám, a legnehezebb mindent működtetni és rendben tartani. De van néhány dolog, ami miatt érdemes ezt vállalni. A szeretlek, anyu, az a legjobb. És hogy mindez 4-szer, hát csodálatos. Tudod, amikor rájuk nézel, olyan büszke vagy rájuk, hogy milyen nagyot nőttek, hogy megint tanultak valami új dolgot, egy dalt az oviban, vagy csak, hogy milyen értelmesek. Minden velük kapcsolatos dolog lenyűgöző. A gepárd anya is lenyűgöző. Amint a kölykei megtanulnak önállóan vadászni, elhagyja őket, hogy egy újabb almot hozzon világra. Gyorsan futókat, de lassan tanulókat. Habár a gepárd az élő bizonyíték rá, hogy egy anya teendőinek sosincs vége, mégiscsak 6. a listán. Következik egy rendkívüli anya, aki 30 000 ágyat készít az élete során. És egy anya, aki 2 hónapot tölt el a kicsinyeivel együtt összezárva. Ők következnek itt, az állati rekordokban. Indonéziában, Szumátra szigetén, az esőerdő mélyén éli rejtelmes életét a legklasszabb mamák ranglistájának 5. helyezettje, aki nem mellesleg igazi artista. Íme az orangután. A fellegekben járó mama élete legnagyobb részét jóval a talajszint fölött tölti. Jól teszi, mert a dzsungel teli van veszélyekkel. Lógásról persze szó sem lehet. Az anyának ugyanis igazi otthont kell teremtenie.
És rendet tartani a ház körül, hát, az sehol sem egyszerű. Akárhogy is nézzük, a nők munkája nem nyápicoknak való. Még egy életerős kétkezi munkást is ledöntene a lábáról az a rohangászás és mindenféle munka, ami egy kismama mindennapjait kitölti. Minden egyes lépcső út olyan, mintha a saját testtömegét kellene 3,5 méter magasra emelnie. Naponta 20 ilyen út az olyan, mintha 12 tonnát kéne megmozgatnia. Hogy is van akkor ez a gyengébb nem dolog? És hogy mekkora lenne egy anyuka fizetése, ha minden általa elvégzett munkáért pénzt kapna? Nézzük csak! Egy átlagos anyuka, óvónő, játszópajtás, szakács, felszolgáló, házmester, takarító, állatgondozó, nővér, irányítás szervező, számítógéprendszerelemző, pénzügyi szakember, sofőr, iskolaigazgató, pszichológus, irodai alkalmazott és szociális munkás. És mindez egyben. Kiszámolták, ha a kismamák minden napi teendőjükért fizetést kapnának, akkor az éves szinten 100 millió forintos jövedelmet jelentene. De amikor az otthonteremtésről van szó, akkor a legelfoglaltabb anyuka sem érhető össze az orángutánnal. Ő az ötödik a rangsorban, mert hogy minden áldott este új otthont épít. Ez azt jelenti, hogy élete során körülbelül 30 ezer fészket épít a semmiből. Pontosabban ágakból. A nap végén az elfoglalt anyukáknak nincs ideje lődörögni. Az orángután mama 18 méteres magasságban fog neki az építkezésnek. Hajlított ágak képezik az alapot, amibe aztán kisebb gallyakat szurkál, hogy egy jó kis ruganyos matracot kapjon. A kész alvóhely olyan kényelmes és biztonságos, hogy a fantasztikus mama végre hátradőlhet, és értékes perceket tölthet kicsinyével. Az orángután folyamatosan úton van, egyik erdőből a másikba vándorol. Élete folyamatos kutatás új táplálkozóhelyek és új fák után, amiket megszállhat éjszakára. De még mielőtt valaki azt hinné, hogy az orángután mamát senki sem múlja felül otthonteremtésben, bemutatjuk soron következő hősünket. A Sulawesi-sziget Dél-Kelet-Ázsiában nyújt élőhelyet a föld legfantasztikusabb otthon ülő mamájának. Kevés anyuka tölt több időt szó szerint az otthonába ragadva, mint a ranglistánk negyedik helyén tanyázó állat. Üdvözlünk mindenkit a szarvcsőrű madár birodalmában. A következő két hónapra ez az odaadó anyuka be lesz börtönözve egy fa üreges törzsébe. Na persze az önkéntesen vállalt szobafogságnak alapos oka van. A szarvcsőrű madár fiókáit félti, amikor befalazza magát. Sulawesin ugyanis gyakoriak a fára remekül mászó, tojást és madárfiókákat előszeretettel fogyasztó varánuszok. Mivel máshogy nem tudja távol tartani magát az éhes szomszédoktól, a szarvcsőrű mama egy időre egy odvasfa mélyére vonul a nyilvánosság elől. Ő a negyedik a ranglistánkon, mert az építőanyag, amit használ, a saját üdülőke. Úgy bánik vele, mint mi a betonnal. Igaz, ez egy kicsit szagosabb. Csak egy kis lyukat hagy magának, ahol a társa etetni tudja, és amin keresztül egy kis friss levegőhöz tud jutni, ami nem árt főként ebben a melegben. Szerencsére párja jól tartja a nőstényt, biztosítja a folyamatos gyümölcs utánpótlást számára, így neki nincs más dolga, mint a tojásokon ülni mozdulatlanul és kikölteni őket.
Van azonban a befalazással egy kis gond. Ami ugyanis bemegy a lukon, annak előbb-utóbb valahogy ki kell jönnie. Az állandó fügediét a csodákra képes a belegben, ezért a fantasztikus mama hamar megtanítja fiókáit a legfontosabb higiéniai illemszabályokra. Az embermamáknak másfajta módszert kellett választaniuk. Az Erzsébet korabeli időkben a legtöbb csecsemőt frissen mosott pelenkába bugyolálták, de csak minden negyedik napon. Szerencsére ma már egy kicsit többet tudunk a higiéniáról. A nagyobb higiéniával persze több mosás is jár. Napi 10 pelenka mosása és szárítása nem kis munka. Ezek után nincs is mit csodálkozni azon, hogy a 20. század legnagyobb találmánya egy nő nevéhez fűződik. A textil pelenkával járó szenvedést megelégelve egy idahói háziasszony Marion Donovan feltalálta az első eldobható pelenkát. Az eldobható pelenkák forradalmasították a csecsemőgondozást. Mostanra olyan népszerűek lettek, hogy egy átlagos csecsemő akár 3000 darabot is elhasznál évente. Ez azt jelenti, hogy egyedül az Egyesült Államokban minden egyes nap a csecsemők 7,5 tonna pelenkát használnak el. Így minden nap Amerikában egy akkora halom koszos pelenka képződik, mint egy 10 emeletes ház. A nőstény szarvcsőrű madárnak nem kell aggódnia a pelenkák miatt, de 60 napi bezártság után érthető módon kezd már kicsit elege lenni. A fióka a fészekben marad, amikor az elgémberedett anyuka végre kinyújtóztathatja a szárnyait, és kisurranhat önként vállalt börtönéből. A szarvcsőrű madár egy valóban fantasztikus mama. Rajta kívül ki más bírna ki egy 2 hónapos összezártságot egy fészekalnyi utóddal? Az eddigiekben láttunk önkéntes száműzetésbe vonult anyukát. Olyat, aki mindig új ágyra jár. És olyat is, akinek mindig rohannia kell. Most jöjjön egy súlyos egyéniség, aki akkora darab, hogy alig fér bele a bőrébe. Folytatódik az állati rekordok. Az Antarktisz körüli szigeteken található ranglistánk 3. helyezettje. A szupermama ezen a vadregényes tájon éli szappanoperába illő életét. Termetes fickók harcolnak a kegyeiért, háremben él, roppant mód lefogy, megszüli a gyermekét, majd eltűnik a habokban. Kész kassza siker! A sorozat új évadját minden tavasszal műsorra tűzik. Az elefánt fókával a főszerepben. Az előadás elkezdődött. Színre lép a szupermama, hogy megismerkedjen a főhőssel. Nagyon jó híre van, leginkább azért, mert 4-szer akkora, mint a nőstény. Na, nem mintha a hölgy a pehelysúlyú kategóriába esne. Ha formában van, körülbelül annyit nyom, mint 6 megpakolt hűtőszekrény. Nagyjából olyan 800 kg-ig kúszik fel alatta a mérleg mutatója. Az elefántfókabika igazi nehéz eset, ráadásul a lehellete is elég penetráns. Ennek a különleges mamának odalent a strandon telik az élete. De a semmittevés csak a látszat, hiszen az elefántfóka tehén minden évéből 11 hónapot tesz ki a vemhesség.
11 hónapig ez semmi más nem jelent, csak folyamatos evést. Körülbelül 1 kilót kell magára szednie minden nap, hogy sikeresen alakíthassa a kölyök fóka számára az anyai szerepet. Az elhízás nem zavarja ezeket a nagyanyákat szemben az emberekkel. Néhány várandós asszonynak a túlsúly nagy gondot okoz. Élvezd az ételt, de ne egyél túl sokat. Ha nem vagyunk elég óvatosak, akkor egy nap azt vesszük észre, hogy meghíztunk. A terhes nők néha úgy érzik magukat, mintha elefántfókák lennének, pedig általában csupán 13 kilót híznak a terhességük alatt. És általában 9 kiló ebből a túlsúlyból a szülés utáni első hónap alatt eltűnik. De semmi egy elefántfóka mamához képest. Ő úgy küzdötte fel magát a harmadik helyig, hogy a szülés utáni első hónapban testtömegének harmadát elveszíti. Ez megközelítőleg 300 kilogrammot jelent. Az összes zsír, amit az ellés előtt elraktározott, tejjé alakul. Sok-sok tejjé. A szoptatás ideje alatt minden nap 9 kilogrammot fogy. Azok után, hogy az elefántfókák teje 15-ször zsírosabb az emberi anyatejnél és 20-szor a tehén tejnél, ez nem is csoda. De ha már a tehenekről esett szó, náluk sokkal fontosabb a mennyiség a minőségnél. Egy tejelő tehén naponta 14 liter tejet ad. Legalább 25 szoptatós anyukának kellene összefogni ahhoz, hogy elérjék ugyanezt a mennyiséget. Ezeket az elefántfóka bébiket nem érdekli, hogy honnan jön a tej, csak az a lényeg, hogy legyen belőle elég. A fóka kölykök 4 hét alatt megnégyszerezik születési súlyukat. És a drága mama ez alatt nem eszik semmit sem. De a szappanopera hamarosan a végéhez érkezik, mert ideje enni. Egy hónapos drámai önfeláldozás után, amikor a kölykök már elég nagyok, hogy gondoskodjanak magukról, az anya induláshoz készülődik. Na de ha már itt tartunk, nincs még egy állat, ami önfeláldozás tekintetében versenyre kelhetne az állati rekordok most következő szereplőjével. A fantasztikus mamák ranglistáján a második helyezett nem kevesebb, mint 50 ezer újszülöttről gondoskodik. Ekkora feladathoz a 8 kar is kevés. És az utódnevelés végül az anya minden erejét felemészti. Listánk második helyén a 8 karú polip áll. Észveszejtő sebességgel éli az életét. Főleg azért, mert mindent egy év alatt kellett tudnia. Hogy 12 hónap alatt kifejlődjön és utódokat hozzon létre, ahhoz ennie kell. Méghozzá rengeteget. Végül egy biztonságos helyet kell találnia, ahol nyugalomban lerakhatja és kikeltheti saját tojásait. Először tehát egy olyan búvó helyet keres, amit könnyen meg tud védeni, mert akármikor felbukkanhat egy ragadozó. Ezután jöhetnek a polip tojások, akár 50 ezer is egy csapásra. A kicsiknek állandó gondoskodásra van szükségük. Az anyapolip rendszeresen kavarja a vizet felettük, és finoman megmossa őket a csápjaival. Ez egy teljes munkaidős elfoglaltság, így a polipnak evésre már nem igen jut ideje. 40 napba is beletelik, mire a kicsik elhagyják az otthont. Ennyi időt egy polip sem bír ki táplálék nélkül.
Az éhhalál szélén álló polip inkább megeszi a saját karját, mint hogy őrizetlenül hagyja a csemetéit. Minden polip tudja, hogy a halakban nem lehet megbízni. A halak ugyanis csak az alkalomra várnak. És a polipnak 50 000 jó oka van rá, hogy éversége egy pillanatra se lanyhuljon. De az 1930-as években néhány rendkívüli anyának 500 000 oka volt rá, hogy gyereket szüljön. A különc kanadai ügyvéd Charles Miller arra volt kíváncsi, milyen szélsőséges dolgokra hajlandóak az emberek pénzért. Végrendeletében 500 000 dollárt hagyományozott arra a torontói nőre, aki 10 év leforgása alatt a legtöbb gyereket hozza a világra. Egy évtized múltán 4 nő holtversenyben végzett. Mindegyikük családjában 9 gyerek volt. A férjem és én csak utazgatni fogunk, nem csinálunk belőle gondot. A baj csak az, hogy a végrendelet hatására 100-nál is több gyermek született. A kanadai bíróságnak most azon fő a feje, hogyan osszák fel a pénzt, vagy érvénytelenítsék a végrendeletet? A polip mama morájával semmi gond. A megkülönböztetett figyelemnek hála, kicsinyei hamarosan kikelnek. De ez az anyuka soha nem fog szülés utáni depresszióban szenvedni. A polip azért végzett a második helyen, mert szó szerint feláldozza magát az utódaiért. A kis polipoknak sikerült kereket oldani, de a régi ellenségek még ott vannak a küszöbön, és mivel a polip anya a végletekig kimerült, nincs többé ereje lerázni őket. De egy polip tragikus halála semmi ahhoz a horrorhoz képest, ami a legkülönlegesebb anyára vár. Kilenc versenyzővel találkoztunk eddig. Ők a legjobbak legjobbjai. Csak egy van, aki még náluk is fantasztikusabb, már ami az anyaságot illeti. Következzék hát az első helyezett, itt az állati rekordokban. Sokan imádják az anyjukat. Akár a sírig. Alfred Hitchcock igaz történet alapján forgatott egy filmet, amiben egy ember a végsőkig imádta az anyját, és ez majdnem romba döntötte a zuhanyfüggönyipart. De nem Bates asszony volt az egyetlen anya, akivel a hálátlan kölyke végzett. Van néhány igazi pszichó a természetben is, és a legrosszabbak közülük az első helyezett leszármazottai. A legfantasztikusabb mama a világon a lazactetű nevű tengeri rákocska. Pedig a gyerekvállalás a legutolsó dolog, amibe a lazactetűnek bele kéne ártania magát. Ha a nőstény egyszer is bedől a hím csábításának, onnan már nincs visszaút. Ha egyszer az ollói közé fogta, nincs menekvés. Be van zárva másik 25 nősténnyel egy rémálomba illő hárembe. Mind terhesek, de ezeknek a különleges mamáknak nincs okuk várni az anyák napját, nem úgy, mint nekünk, embereknek. Mi annyira szeretjük az anyukákat, hogy minden évben megünnepeljük őket. Anyák napján étterembe visszük őket, 150 000 000 üdvözlőkártyát küldünk, felforrósítjuk a telefonvonalakat, és természetesen 1 000 000 és 1 000 000 virágot adunk. Az Egyesült Államokban minden második anya rózsát kap ezen a nevezetes napon. És mindez egy hölgynek köszönhető, aki rajongásig szerette a mamáját.
1907-ben a philadelphiai Anna Jervis sikeresen kampányolt, hogy édesanyja halálának évfordulóját az anyaság különleges napjává nyilvánítsák. Remélte, hogy az anyák napja ünnep véget vet majd az emberek közötti gyűlölködésnek. Szép gondolat, de a gyakorlatban nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Anna Jervis hamarosan annyira elborzadt az anyák napja körüli felhajtástól, hogy újabb kampányba kezdett annak betiltásáért. És a lazac tetű minden bizonnyal egyetértene vele. Ő a legelső a ranglistán, mert tucatnyi gyereke szó szerint eszi őt belülről. Elpusztul, amikor testének elsorvadt páncélja szétreped. Így engedve utat ivadékainak, akik kis Norman Batesként lepik el a gyanútlan óceánt. Ez a fantasztikus mama áldozta fel a legtöbbet az utódaiért. Így nem lehet kétséges, amikor az anyaságról van szó, a nőstény lazactetű tényleg a legfantasztikusabb. Közreműködött Galbenisz Tomasz, Bácskai János, Csampisz Ildikó, Solecki Janka. Magyar szöveg Kubinyi Iván, szakértő dr. Kubinyi Enikő, szerkesztő Molnár Attila Dávid, hangmérnök Pető Gábor, gyártásvezető Gyarmati Zsolt, szinkronrendező Pócsik Ildikó. A magyar változatot a Spektrum Televízió készítette.